eltelt idővel kell rendelkeznie. Tekintettel arra, hogy a nyugdíj megállapítás szabályait ez a módosítás nem változtatja meg, így a nyugdíj kiszámításánál az ipari tanulóéveket, valamint a felsőfokú nappali tagozatos tanulmányok idejét, a munkanélküli ellátás időtartamát ebben a nyugdíjba vonulási formában is figyelembe vesszük. Például, ha az érintett hölgy 14 éves korában ipari tanulónak ment, és 17 éves kora óta munkát végez, akkor 40 év munkaviszony után 57 éves korában vonulhat teljes összegű öregségi nyugdíjba. A nyugdíj kiszámításánál azonban 40 plusz 3 év alapján kerül megállapításra a nyugdíj összege, azaz a 40 év jogosultsági idő után a hölgy részére a nettó átlag keresetének 80%-a jár, de a 3 ipari tanuló év után is beleszámít a szolgálati időbe, így a hölgy 57 évesen magasabb összegű nyugdíjat összesen a nettó átlag keresetének 86%-át kapja meg a nyugdíja induló összegeként. Tehát a kedvezményes konstrukció alapja a nők munkaviszonyban, egyéni vagy társas vállalkozóként, illetve más kereső tevékenységgel eltöltött hosszú életpálya, és a nők, hölgyek kettős, családi és munkahelyi szerepállásának elismerése. A törvényjavaslat külön rendezi a nyugdíj mellett munkátvállalók nyugdíjnövelésének szabályait, mert eddig csak 365 nap biztosítási jogviszony után lehetett érvényesíteni a 0,5%-os nyugdíjnövelést. A bruttó munkabérből számított 0,5%-os emelést a jövőben töredékév esetén is érvényesíteni lehet, és ha valaki korábbi években megszerzett keresetek alapján kéri nyugdíja növelését, akkor azt az infláció mértékével valorizálni kell. Külön lehetőségként biztosítja a törvénymódosítás a rokkantsági nyugdíj megszűnését követően nyugdíjba vonulók 0,5%-os nyugdíjnövelését visszamenőleges hatállyal. A törvényjavaslat módosítja a kivételes méltányosság gyakorlásával kapcsolatos szabályokat, mert egyszerűbbé és olcsóbbá teszi az eljárást azzal, hogy egyszerűsített döntést kell hozni ezekben az eljárásokban, és azokat nem kell hivatalos iratként kézbesíteni. Ez azt jelenti, hogyha valaki jogosultá válik méltányossági nyugdíjemelésre, vagy kivételes nyugellátás megállapítására, illetve méltányossági nyugdíjsegély folyósítására, akkor arról nem kell hagyományos közigazgatási határozatot hozni. Fontos új szabály, amely igazodik a hölgyek 40 éves munkaviszony után történő nyugdíjba vonulásához, hogy a biztosított személy nem csak a nyugdíjkorhatár előtt 10 évvel, hanem legfeljebb naptári évenként egyszer kérheti a szolgálati idejének, valamint a korkedvezményre és egyéb foglalkozáshoz kapcsolódó kedvezményre jogosító idejének megállapítását. A törvényjavaslat továbbra is hatályban tartja a korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékét, így az új jogosultsági feltételek kidolgozásáig további 2 évre hatályban tartja ezeket a munkaköröket. A 2008. január 1-től bevezetett rehabilitációs járadék igénybevétele esetén pontosítja a járadék melletti kereső tevékenységből származó jövedelem havi mértékének felső határát, és ezzel hozzáigazítja a rokkantsági nyugdíjban részesülő kereső tevékenységet folytatók jövedelem korlátozásához. Úgy vélem, ahogy már több képviselőtársam a bizottságok többségi álláspontját ismertetve elmondta, ez a törvénymódosítás nagyon sok hölgy számára jelent elismerést, ahogy többször elmondtuk, a munkában, illetve a családban betöltött szerepének elismerését, ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvénymódosítást. Köszönöm figyelmüket! Tisztelt képviselőtársaim, jelezték többen, hogy nem működik az időkeret visszaszámláló. Jelzem, hogy közben ezt a műszaki hibát a műszaki személyzetünk elhárította, úgyhogy semmi probléma nincs, különben a jegyzőurakkal együttműködve mi jegyeztük itt a elfogyasztott időt. Most megadom a szót Gúr Nándornak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves képviselőtársaim, sokfajta megközelítést látunk ennek a törvénytervezetnek a bevezetése kapcsán. Azt érzem, azt gondolom, hogy úgy, ahogy ez korábbi törvénytervezeteknél is, annak a vitájánál is igaz volt,
a nemzeti együttműködés jegyében zajlik, tehát nagyon sok egyeztetés nem történik, nagyon sok véleménykikérés nem történik. Az érdekeltekkel, vagy épp a nem direkt, hanem indirekt érdekeltekkel elfelejtenek gyakorlatilag beszélni azokról a dolgokról, amelyeket törvénytervezetként behoznak a parlament falai közé. Nyilván lehet ezt így csinálni, ezt tették számos törvénytervezettel az elmúlt időszakban, akár a magány nyugdíjbiztosítási megtakarítások kérdéskörével is. Akkor és amikor gyakorlatilag elistandolták azokat a forrásokat, amelyek hosszú évtizedes megtakarításokkal párosultak, sőt a zsarolás sem nélkülözték a kijelentések a fejhesztett pisztolyokkal idézőjelbe tetten, vagy adod a pénzed, vagy veszted az életed, mert hiszen akkor nem lesz majd nyugdíjad. Tehát a nyugdíjtípusú kérdések kapcsán szeretném azért felemlíteni azokat a kérdéseket, amelyek szervesen összekapcsolódnak, egymást kiegészítő jelleggel jelennek meg a törvénykezés tárában. És persze azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezeknek a folyamatoknak a kapcsán gyakorlatilag a szándékok azok mindig felülírtak minden, hogyha voltak törvények, amelyek szabályoztak, de a szándékok mások voltak, akkor természetszerűen törvényeket változtatnak, de hogyha a törvények sértik adott esetben az alkotmányt, akkor nem a törvényt akarták az alkotmányhoz illeszteni, hanem az alkotmányt változtatták. Ha jól emlékszem, az elmúlt fél évben 8-szor, hát ez elég durva szám egy alaptörvény változtatása kapcsán. Hogyha és a alkotmány változtatásával kapcsolatban bárkinek kifogása volt, akinek kifogása lehetett mondjuk az Alkotmánybíróságnak, akkor önök erre azt lépték, hogy az Alkotmánybíróságnak a jogkörét, a hatáskörét csorbították. Hogyha netalántán a nép, az Isten adta nép, szokták mondani, véleményt akart volna alkotni bizonyos kérdésekben, akkor olyan szabályozási rendszert próbálnak és próbáltak kitalálni, amelyek gyakorlatilag korlátozzák az embereket abban, hogy akár népszavazás keretei között is viszonyulhassanak bizonyos kérdésekhez, mondjuk olyanokhoz, amely 3 millió ember dolgát, sorsát, jövőbeni kérdését érinti. Na szóval azt akarom mondani, hogy a nemzeti együttműködés jegyében zajlanak ezek a folyamatok, hát ha ez a nemzeti együttműködés, akkor nagyon nagy bajba van Magyarország. Nagyon nagy bajba van, mert mindezt kiegészítve azt is hozzá kell tennem, hogy talán akkor emlékeznek még rá, amikor mondjuk a jogos jussukat kellett volna, hogy megkapják a nyugdíjasok ebben az esztendőben, hiszen nyilván a gazdaság termelőképességéből, az inflációból, egyéb más adatokból számítottan mindig van egy korrekció. Ebben az évben, ha emlékképpen nem csalnak meg, akkor 1,1%-os mértékű korrekciót kellett volna gyakorlatilag biztosítani a nyugdíjasoknak. Ezzel szemben 0,6, ha jól emlékszem, az az érték, az a nagyságrend, ami visszaköszön, és még ennek a bázis alapúsága és minden egyéb más a beszámítása is talán megkérdőjelezhető. Magyarul azt akarom mondani, ott is 10 milliárd forintos nagyságrendet vettek el a nyugdíjasoktól. Egyébként ennek a törvénytervezetnek a kapcsán is meggyőződésem, a jövő fogja igazolni, hogy több 10 milliárd forintos nagyságrendet vesznek el a nyugdíjasoktól, a nyugdíjasok zsebéből. Majd mondom, hogy miért, majd mondom, hogy mire alapozom mindezt. De hát semmit, mondhatom talán így is, senkivel nem egyeztetnek. Az alkotmányosságot nyugodtan merem mondani, szinte semmibe veszik. Újból és újból sarcokat vetnek ki, hogy mire alapozom ezt. Hát csak ennek a törvénytervezetnek a kapcsán is. Önök tesznek ígéreteket, de amikor az ígéreteket teszik, akkor soha nem mondják azt, hogy persze ez nem úgy fog majd megvalósulni, hogy van egy jó kormány, és annak a működéséből fakadóan források születnek, hanem majd kivetünk újabb adókat, újabb terheket. 9,5%-os mértékű volt a munkavállaló által megfizetendő járulék mértéke. Önök ezt most 10%-ra emelik. Ez a 0,5 pont nem tűnik soknak, de bizony nagyon sok, 35-40 milliárd forint egy adott esztendőben. Sarcolnak, és a kivetett sarcoknak csak egy részét, csak egy szűk részét
fogják majd ahhoz a kérdéskörhöz illesztetten felhasználni, amiről beszélnek. És mi van a többivel? Hová kerülnek ezek a pénzek? Hová? Elveszik az emberektől, és nem is arra fordítják, amiről beszélnek. Azt gondolom tehát, hogy gyakorlatilag az újabb sarcok kivetése azok az emberek becsapásával párosul. És hozzáteszem, lépésről lépésre mást tesznek, mint amit mondanak. Az utca embere ezt úgy mondja, hogy hazudnak. Igen, lépésről lépésre mást tesznek. Mást tesznek, mert annak idején, emlékezzen csak vissza, a magánnyugdíj pénztári megtakarításoknál az első kinyilatkoztatások miről szóltak? Arról szóltak, hogy átmeneti időszakra, 14 hónapra felfüggesztik az átutalásokat. Utána a következő lépések miről szóltak? Arról szóltak, hogy hát nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk majd visszatéríteni, a hozamok tekintetében mi lesz a kompenzáció. A következő lépések miről szóltak? Arról, hogy hát nem is biztos, hogy ez a szándék, lehet, hogy a második pillér kérdésessé fog válni. A következő lépésben miről szóltak? Arról, hogy meg kell szüntetni a második pillért. Azt követőleg, hogyha és valaki nem utalja át, nem lép vissza az állami nyugdíjkassza keretei közé, akkor ne is számítson arra, hogy a befizetett munkaadó általi 24%-ot követően ő haszonélvezője lehet majd a nyugdíjának. A saját jussa nem jut el hozzá, amit ő és ő utána fizet be a munkáltató. Szóval lépésről lépésre csúsztatva, az igazságot nem elismerve, nem kimondva, nyugodtan mondom, hazudva haladnak előre ezekben a dolgokban. És úgy teszik mindezt, hogy példaként a nyugdíj kasszából kivesznek több száz, 400, 600, 900, attól függ, milyen számítási módokat alkalmazunk, ahhoz illesztettem, hogy milyen időszakokat veszünk alapul, milliárdos nagyságrendeket. Ezek azok a pénzek, amelyek soha, ha egyszer a folyó költségvetés keretei között elköltik, soha nem fognak visszakerülni. Az a nyugdíjak tekintetében már nem fog hasznosulni. Az az emberek kárára fog történni. Önök nem az emberek hasznára, hanem az emberek kárára cselekszenek. Azt mondták annak idején, hogy ha van egy olyan kormánya ennek az országnak, amelyik hiteles, akkor ennek az az eredménye, hogy Magyarországnak mintegy 400 milliárd forinttal kevesebb kiadása lesz majd az elkövetkezendő időszakban. Egyszerűen azért, mert a terheink után fizetendő kamatköltségek majd ilyen mértékben fognak csökkenni. És közben mi történt? Mi történt, kedves képviselőtársaim? Az történt, hogy Magyarországon nagyjából háromszor majdnem beborították a forintot, megbuktatták majdnem a forintot. Emlékeznek, volt már 220 felett is a svájci frank. Hogyne, persze. A válság időszakában volt ettől rosszabb is a helyzet, csak most nem a válság intenzív időszakát éljük. Önöknek az a dolguk, az lenne a dolguk, hogy egy ilyen helyzetben stabilizáljanak és a fejlődés alapját szolgálják. Nem ezt teszik. Önök önös hatalmi érdekekből fakadóan olyan helyzeteket szülnek, amelyek az emberek kárára van. Magyarra fordítva a szót, nem 400 milliárd forint hasznot hajtottak, hanem összességében körülbelül ugyanilyen nagyságrendű kárt okoztak, és nem véletlenszerű ennek a folytatása, hogyha kárt okoztak, akkor meg kell találni a forrásokat arra vonatkozóan, hogy hogyan és miképpen tudják megteremteni annak érdekében, hogy gyakorlatilag fent tudják tartani a működésnek a mechanizmusát. Ugye emlékeznek arra is, hogy csináltak egy olyan költségvetést, amely költségvetés keretei között 1%-os, egy kulcsos, 16%-os személyi jövedelemadó rendszert fognak működtetni januártól. Emlékeznek arra is, hogy ez több 100 milliárd forintos, 400 milliárdot megközelítő nagyságrendű olyan típusú kiadást jelent, ami gyakorlatilag a tehetős emberek zsebébe vándorol, miközben azok az emberek, akik az átlagbér, meg az állat, meg átlagbér környékén keresik a jövedelmüket, azok az emberek gyakorlatilag semmivel nem járnak jobban, sőt adott esetben néhány ezer forinttal rosszabbul, majd erre mondják önök, hogy kompenzálják és kiegészítik, akkor meg azt mondom a következő mondatomban, hogy ha kiegészítik és ugyanígy kapnak, akkor reál értékben, vásárlóerő értékben kevesebb.